2009 óta gondozza folyamatosan a Rákóczi telepi baráti kör a Szent Borbála teret, ügyel annak rendjére és tisztaságára. Az egyesület tavaly óta bővítette ki ezen tevékenységét a városrész összes játszóterére, melyeket egész évben rendszeresen felügyel és karban tart a civil szervezet. Az április 27-én zajlott parkrendezés során a városrész három helyszínén, a Szent Borbála téren, a Bartók Béla úti játszótéren, illetve a Faller utcai játszótéren tették rendbe az akció résztvevői a területet. Itt a Szent Borbála téren kiszáradt cserjéket pótolunk, tehát most újakat ültetünk, erre igyekszünk jobban vigyázni, lenyírjuk a füvet, egy kicsit szebbé tesszük ezt a környezetet. Van egy távlati célunk is ebben, hogy ezzel a parkkal, hogy tényleg folyamatosan szép és tervezett legyen, ne csak ad hoc csináljuk itt az ültetéseket, meg nem, hanem szakember segítségével próbáljunk egy olyan szerződést egymással csinálni, aki egy kertészmérnököt, aki felügyeli ezeket a dolgokat, esetleg metzi ezeket a bokrokat és ötleteket ahhoz, hogy ad, hogy csináljuk tovább. A Bartók Béla utcai játszótérre tulajdonképpen sok gondunk nincs, az egy kicsi játszótér, ott mindig csak rendet csinálunk, fölássuk a homokozót, igyekszünk egy kicsit rendbe tenni azt a területet. A Faller utcai játszótér az már egy nagyobb téma, egy nagyobb, keményebb dió. Sajnos ott száradt ki a legtöbb fa, nagyon sok sövényt ültettünk, hál' Isten azok megmaradtak. Voltak rongálások a játszótéren, amit igyekeztünk rendbe tenni. Vannak olyan játékok, amelyek sajnos az idő folyamán úgy megrongálódtak, hogy le kell bontani, illetve pótolni kell őket. És az egy elég nagy terület, most ezután oda vonulunk át együtt, és igyekszünk a lehetőségekhez mérten rendbe tenni azt a környezetet is. Az idei parkrendezés a déli órákban ért véget, ami után az egyesület nőtagjai paprikás krumplival és jó hideg sörrel vendégelték meg a munkálatok résztvevőit.